Az őszi nagy betakarításokat követően télen sem pihennek a helyi szőlőtermelők. Ez az időszak a gazdák számára a renoválási munkálatokról szól elsősorban, hiszen az ültetvényeken manapság elterjedt a kombájnnal végzett szüret, mely olcsóbbá és gyorsabbá teszi a szüreti munkát. Ennek azonban hátránya is van, hiszen a rázás következtében a támberendezésekben komoly károk keletkezhetnek. A tél folyamán ezeket át kell vizsgálni, a kitört karókat, oszlopokat ki kell cserélni, az elszakadt drótokat pedig ki kell javítani. Egyes helyeken hamarosan kezdetét veszi a meccés is, mely a lombhullatástól egészen a tavaszi rügyfagadásig tart. Eközben elkészültek az új borok, melyek ekkorra már a pincékben várják a piacra jutást. Most már úgy mondhatom, hogy egy kicsit nyugodtabb a rész, mivel le vannak fejtve a borok, amit már kellett, azt le is derítettük. Az obisztatásra várnak, és innentől kezdve tudom a vásárlóknak kiajánlani. Diszl Gábor helyi termelő elmondta, hogy a mezőgazdászok életében két számukra meghatározó kérdés osztja fel az évet. Borászok szerintem mindig, amíg nincs kész a bor, azért aggódnak, hogy jó legyen maga a készítési folyamat is. Amikor meg már kész van, akkor meg, hogy elfogjon a legközelebbi termésig. A borok tehát jelenleg kész, palackozott állapotban várják a vásárlókat, az ültetvényeken pedig a rügyfakadásig nincsenek különösebb munkálatok.